A Skype vonal túlsó végén Mátyás Bence, dr. Mátyás Bence, aki nem más, mint a Genesis űripari magyarországi részben, majd főleg magyarországi, mert mindjárt tisztázza a dolgokat, űripari startupnak az ügyvezető igazgatója. Nagyon szeretettel köszöntelek a műsorban. Köszönöm szépen a mikrofon kívást. Na hát nagyon szívesen, most elmesélem ehhez a sztorit, hogy én benne vagyok úgy űrkutatási dolgokban, meg eleve is ismerjük egymást már 2-3 éve, mert már volt nekünk egyszer egy beszélgetésünk még a Parallaxis podcastban, ezért aztán szembe jönnek velem például a Facebookon mindenféle remek hirdetések, amit először igencsak hitetlenkedve néztem, ugyanis ez arra kapacitálta az arra járó egyrészt kutatókat, másrészt egyszerű mezei, úgymond állampolgárokat, hogyha kedvük tartja, vagy tudományos munkásságuk ezt igényli, akkor ezen a magyarországi Genesis startupon keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy objektumokat juttassanak fel a föld körüli pályára, mégpedig a reklám szerint 3 körös, vagyis nagyjából 4,5 órás űrrepülésre, ami után az illető dolog visszajön. Ez a dolog az lehet egy icipici kísérlet, vagy egy anyagminta, vagy egy DNS minta, de lehet akár valakinek a mit tudom én névjegykártyája, ha úgy tetszik. Emellett azt is olvasgattam, majd mindjárt elmondod ezt is, hogy még műalkotás is lesz a fedélzete. És persze az űrkutatásra foglalkozó ember bizonyos szempontból hitetlenkedve fogadja azt, hogy mi a túró az, ami fölmegy az űrbe, és 4 óra jelenleg üzemel, és 4 órával később ejtőernyővel belecsobban az óceánba, ahogy ezt az űrhajók szokták. Ugye érdekes, hogy azért ilyesmiről keveset hallunk. Egy kicsit gyanús volt az egész, de aztán egyre jobban belemélyedtem, és kezdtek összeállni a puzzle darabkák, és hát ugye Hitetlen Tamásból gyakorlatilag átalakultam egy ilyen abszolút hívővé olyan értelemben, hogy bizony, ez a projekt, ez csak ugyan létezik, és mennyire jó pofa. Ezért nem minden nap olvas az ember ilyet. Úgyhogy légy szíves, erre fókuszálva, de azért kicsit kitérve arra is, hogy a ti cégetek mi mindent csinál, és amennyire ezt az időkeretek engedik röviden, légy szíves, mutasd, hogy miről is van itt szó első közelítésben, és hogy működik mindez. Miklós, hát köszönöm szépen a lehetőséget és a ismételt invitációt, hogy megjelenhetek nálad, és hogy ezzel a témával, ezért különösen hálás vagyok. Észrevettük ezt, hogy az emberek itt csodálkoznak rajta. Egyébként én is csodálkoznék rajta, hogy látok egy ilyen hirdetést szembe jön. Vidd fel a jegygyűrűd az űrbe, visszahozzuk, 4 óra után becs szó. Igen, és persze ez egyébként ez egy új dolog nagyon, tehát ennek az az oka, hogy ez a űrhajó, ami ezt lehetővé teszi, amiben mi kaptunk egyébként egy kisebb payloadot, ezt mi kimondottan a biológiai kísérletekre foglaltuk le első körbe. És akkor ugye ezt a publikumnak is megosztottuk, ezt a lehetőséget. Mi elsősorban egyetemek jelentkezését vártuk és kutatók jelentkezését. Jelentkeztek is szép száma, nem az zavan a lényeg, de ugye lehetőség nyílik nem veszélyes anyagokat is felküldeni. És mivel ez egy privát misszió, ezért lehetővé tettük azt, hogy szponzorok megjelenjenek, cégek, akik szeretnének ugye hirdetni, és ezért láttál mindenféle hirdetést ugye a biológiai részére is, és kimondottan ugye a promó részére is, mert ugye próbáljuk megtalálni a balanszot. Tehát most ugye egy ilyen változás van az űriparban, ahogy látod, hogy egy kicsit a privát szektor most a dominanciáját erősíti, vagy hogy mondjam, tehát hogy a jelentőségét erősíti, és mi ennek a gyümölcseit élvezzük, tehát ez igazából úgymond nem egy nagy kaland, tehát a SpaceX rakétáit ugye azt tudjuk, hogy ki lehet bérelni, kisebb nagy a payloadokra, nyilván ott is van egy minimum rendelés. Ha az ember ezt tudja finanszírozni, akkor nyilván meg tudja csinálni a saját misszióját. Ott is van valamennyi szűrő, tehát ott is van nyilván egy protokoll, ami szerint a payloadokat befogadhatják, illetve dimenziók, amiknek meg kell felelni. És van egy partnerünk, egyébként egy európai partner, a Exploration Company, aki most dolgozik ezen a NYX projekten, ami tulajdonképpen egy nagyobb méretű kapszula, ami nem űrhajósoknak készült, hanem ez kimondottan kísérleteknek készült, kisebb payloadoknak készült, és mi ugye velük sikerült leszerződni erre a biológiai kísérletre, és ez egy páratlan lehetőség, mert ugye vissza is térünk. Tehát amiért
ezt nagy lehetőségnek tartjuk, az az, mert ugye az ISS-en például volt, ugye korábban is lehetőség arra, hogy az ember biológiai kísérleteket végezzen. Általában egy kicsit hosszabb és bonyolultabb úton, de ugye elvileg lehetséges volt, de ott ugye lemérték az asztronauták, akik be voltak arra tanítva, arra a szenzor, vagy arra a labor használatra, és az adatokat vissza is lehetett kapni és értelmezni, viszont nem annyira volt lehetőség lehozni például mintákat, tehát hogy úgymond folytatni, mármint hogy így elérhető formában, nyilván a, igen, tehát hogy a például űrügynökség. Igen, abszolút, de. Így van. Szóval most igazából ezért hat újdonságként ez mindenkinek, mert most, és ez egy európai, ők is szintén Európai Unió, Európai űrügynökség és Unió által támogatott cég, minket is ugye a külügy és az Európai űrügynökség szintén támogatott, tehát ez egy ilyen nagyon szerencsés együttállás most. Na és várjál, de azért is újszerű, mert hogy a NIX-ről azért nem hallottak még eddig az emberek, mert valójában ez lesz az első igazi rendes földkörüli repülése. Tehát ez egy tesztrepülés, ugye azért az mindig hordoz magába valami rizikófaktort. Most én megnéztem, hogy hogy áll jelenleg a projekt. Ugye a hal, mármint nem a tiétek, azt majd te mondod el, hanem a NIX. Na most ugye az van, hogy a hallgatóink ugye az előző adásban hallhattak az Ariane 6 tesztrepüléséről, ami ugye a második kedvenc műholdunkat, a műsorunk állandó szakértői által összeszerelt GRB bétát is sikeresen pályára állította. Most amiről akkor nem beszéltem, az az volt, hogy az Ariane utolsó fokozatán helyet kapott egy kis 40 kilós kísérleti kabin is, aminek az lett volna a feladata, hogy kicsinyített változatban ezt az újfajta, úgymond, hát én inkább, ezt a cuccot én teherűrhajónak hívnám valójában, ezt a NIX-et, vagy mit tudom én, szóval ezt a teherűrhajót kicsinyített változatban a visszatérését tesztelte volna, de ez sajnos elmaradt, mert az Ariane-nak az utolsó fokozata az bekrepált, amint arról a múltkori adásban is beszéltünk, úgyhogy igazából az viszont továbbra is tény, amit mondtál, hogy ugye a Falcon 9-re le van foglalva a repülés, ami már a 2,5 méter átmérőjű, ilyen komoly, igencsak komolyabb méretű, bár még mindig nem a jövőbe tervezett végleges méretű, de már jó nagy, combos méretű űrkabin repülése. Akkor lényegében, javíts ki, ha tévedek, de ez lesz az első igazi űrrepülése ennek a szerkezetnek. Ha második tesztrepülése a cégnek, hogyha a LinkedIn profiljukon egyébként ez az egyetlen kommunikációs csatornájuk lehet szépen követni a sorozatot a tesztrepüléseknek. Aha. Első repülés az nemrég történt az idén, és ott csak egy re-entry teszt volt. Tehát ahogy mondod, ez az orbitális, ez az első igazi orbitális tesztjük. És az első tesztben, ahogy mondod, a kisebb, kicsinyített small scale prototype volt, a kicsinyített változat. Most, amiben mi kaptunk helyet, ez a középméretű, tehát ez már 300 kg payloadot fog vinni, köztük ugye a mi kis CubeSatunkat, és ez egy inkubátor, egyébként egy biológiai inkubátor, csak egy CubeSatba terveztük bele, és integráltuk, és többek között így, és a késéseknek köszönhetően tudtuk csatlakozni, mert ez az orbitális tesztet már tavalyra tervezték egyébként. Igen, hát ez már megszokott az űrkutatásban, de egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy tudományos, meg biológiai szempontból is egyébként egy marha izgalmas lehetőség, mert hogy végül is ezt a Falcon 9-et, ami fölviszi ezt a dolgot, ezt a kaliforniai Vandenberg támaszpontról indítják, ami arról nevezetes, hogy onnan poláris pályákra indítanak. Nagyon magas hajlásszögű poláris, meg napszinkron pályákra, ami azt jelenti, hogy szemben az emberekkel, meg a nemzetközi űrállomással, meg a biológiai űrkísérleteknek a szerintem eddigi kb. 100%-ával ellentétben ez egy olyan pályára kerül, ami direkt átrepül a Föld északi és déli mágneses pólusai közelében, ahol ugye tudva levőleg sokkal erősebb a kozmikus sugárzás. Mert hogy ugye oda gyűjti össze a Föld mágneses tér a bejövő töltött részecskéket a napból, ugye ettől a sarkon, ezért van a sarkon a sarki fény, kedves hallgatók. Na, szóval, hogy ezen a repülési pályán, oké, hogy csak 3 kör a Föld körül, 600 valahány, 580, 600, ilyesmi, ugye, kilométer magasan, de hogy át fognak repülni ezeken a sugárzási övezeteken a rakományok. Ez egy tudatos, tehát ez most így jött ki, hogy épp a Vandenberg és akkor poláris pálya, vagy ez direkt, és ez egy szerencse, hogy végül ezt a rakétát sikerült nekik lefoglalni, vagy ez tényleg egy tudatos tervezés, hogy ilyen pályára akarták tenni?
Akkor a CEO annak a Helennek a korábbi interjúiba lehet, hogy szó volt róla, de nyilvános posztban nem láttam, hogy nyilatkoztak volna erre, hogy ez tudatos vagy nem. Én gondolom, hogy tudatos, hiszen ugye ez egy biológiai inkubátor kabin, ha úgy mondjuk, lehet nagy teherrakománynak is írni. Egyébként most a biológiai teszteket lehetővé teszi, de ahogy jól látod, ez egy nagy teljesítményű kargó tud szállítani, például ISS-re és más űrállomásokra. Tehát a cél az, hogy 3 tonnát tudjon felvinni. Most ennek ugye a 300 kilós tesztje lesz, és ez a pálya, a poláris pálya, nekünk például, tehát mi nekünk emiatt örültünk, és ezért éltünk a lehetőséggel, és ezért örültünk a csúszásuknak, mert ahogy mondod, ugye 3-szor körbe repül mind az északi és a déli poláron, és ugye ez azt jelenti, hogy beleütközik ezekbe a töltött részecskékbe, és nagy mennyisége felsűrűsödött részecskékbe. A tesztrepülés korábban, én úgy tudom, a 800 kilométeres, vagy egy kicsit alacsonyabb magasságra tervezték. Nem mi fog megvalósulni, de mindenféleképpen egy magasabb pálya, mint amin ugye az ISS és a legtöbb low Earth orbit járművei vannak. És igen, tehát a biológiai kísérlet szempontjából nekünk ez azért fontos, mert tudjuk imitálni úgymond a hosszabb utakat is. Tehát most ugye a Marsi útra gondolok, hogy a biológiai minták, mivel ugye egy nagyobb radiációnak és ugye a részecskék, belső részecskéknek lesznek kitéve, ugye a stressz hatás az ott halmozottan fogja kapni, és ugye ez kompenzálja a relatíve rövid missziós időt. Na most ugye igen, hogy relatíve rövid a missziós idő, pont ezen gondolkoztam, hogy ráadásul, hogy rövid az idő, oké, de utána meg belép a légkörbe a rakomány, és akkor meg jön a túlterhelés. Tehát mondjuk visszatéréskor, mit tudom én, 3-4G-t azért el tudok képzelni. Na most, hogy a kérdés az, hogy a biológiai minták szempontjából a visszatérés az nem jár-e olyan hatással, hogy a mit tudom én, a 4, ezt csak a laikusként kérdezem, persze, hogy 4,5 órányi súlytalanság hatását, mondjuk mit tudom én a sejtszerkezetről, vagy mit tudom én, mit vizsgál az adott kísérlet, azt nem roncsolja eszét maga a visszatérés. Vagy ez legyen azoknak a baja, akik beküldik a kísérletet. De most tényleg, most egyébként nem is csak mint CEO-ként kérdezlek, hanem mint kutatóként. Hogy igen, szóval hogy van ez? Ezt is teszteljük többek között, hiszen most, hogyha arra gondolunk, hogy 2028. decemberére van betervezve a következő SpaceX nagyút a Marsra, akkor ezeket a kísérleteket mi kötelességünknek érezzük fel boostolni. És minthogyha szakembert kérdezel, vagy mint kutatót, akkor ez egy nagyon nagy kérdés, igen, mert egyrészt ugye erre direkt nem volt lehetőség, mert a backcontamination-től, tehát a visszafertőződéstől ugye féltek, és ezért nem voltak ilyen jellegű biológiai kísérletek. Most ilyen kontrollált körülmények között, ugye egy zárt kabinban, ez most sokkal inkább elképzelhető, és ugye egy kisebb lépősek lehet bontani. Igen, mindenféleképpen nagyobb hatásoknak lesznek kitéve, mint amit mondjuk esetleg itthon lehet szimulálni, nagyon nehezen lehet itthon szimulálni, ilyen például a visszatéréssel járó rázkodás és nehézségeket. Viszont mi úgy gondoljuk, hogy például többfajta mintát viszünk fel, tehát 1000 darab mintát viszünk fel, ami úgy gondoljuk, hogy egy nagy ismétlés számra ad lehetőséget. Tehát, hogyha még valamelyik minta értelmezhetetlenné válik is, de megpróbáljuk azt, még ha ilyen eset is történik, tehát a worst case szenárió, akkor is valamilyen szintű adatunk van már a misszió során is. Tehát ugye ezeket a mintáknak a biológiai bomlása le vannak lassítva, így tudjuk ugye, mert ez egy most hosszú folyamat. A minták elkerülnek a mi kis inkubátorunkba, az inkubátort ugye betöltik a nagy kapszulában, az útját egyébként fogjuk követni, de mi erre kíváncsiak vagyunk, tehát teóriák vannak, de azért viszünk aránylag nagyobb ismétlés számú mintákat, hogy ezeket le is teszteljük. És hogyha negatív, ez egy kockázat, tehát most, hogyha kérdezed, hogy az mi ügyfeleink, ezt vállalják, ezt a kockázatot nyilván. Világos, meg azt is vállalniuk kell, biztos ők is tisztában vannak vele, hogy ez akárhogy is nézzük, de ez egy új űreszköznek az első föld körüli tesztrepülése. Igen, igen, igen. Úgyhogy nyilván nagyon, nagyon szorítunk, meg ők is szorítanak. Egyébként lehet, hogy ennek megfelelően egyébként viszonylag zsebben turkálás nélkül, de általában az szokott lenni, hogy az első repülésekre mindig olcsóbbak a helyek. Konkrétan ugye az Ariane 6, ami az Európai Hordozó Rakéta teststartja volt, amiről az előző adásban esett szó, ott konkrétan például
volt, hogy lényegében ingyen lehetett műhold ilyen kis kubszatocskákat rakni, csak persze csak idézőjelbe zárva meg kellett hozzá nyerni a pályázatot, meg megépíteni, de maga a start az ilyen értelemben irdatlan kedvezményes volt, mert hát senki nem garantálhatta, hogy jól fog járni, és emiatt aztán persze nem is nagy cégek drága távközlési műholdjait rakták rá, hanem jellemzően egyetemek, kisebb kutatóintézetek, kisebb műholdacskáiból egy csomót. Úgyhogy ez biztos így van itt is nyilván, mert hát ezek az üzletnek a farkas törvényei. Igen, a mi esetünkben nekünk nem volt ilyen szerencsénk, nekünk nem volt ingyen, viszont igen, tehát hogy itt most lehet az ilyen lehetőségekkel élni, és mi kötelességünknek is éreztük, mert ugye ma a műholdakkal és a úgymond a technológiai demókkal ellentétben itt egy biológiai kísérlet beállítására is volt lehetőség, ami nekünk nagyon profilba illet, és ugye mi ezt szeretük volna kihasználni. Mi máshogy vagyunk úgymond biztosítva, tehát a mi rakományunk úgymond biztosítva, hogyha egy ugye tökéletlen re-entry esetén, vagy ahogy mondod, esetleg tényleg felég, vagy öngyullad az egész rakomány, vagy tönkre megy, akkor biztosítva vagyunk egy második láncsra, ugyanúgy 2020. Uh-huh. Tehát, hogy De ez nagyon jó, de várjál, tehát akkor ez azt jelenti, hogy a The Exploration Company maga is készen áll arra, hogy még 2024-ben még egy startot. Vagy 25-ben nyilván, ugye arról beszélünk. Tehát, hogy ez a start, ez jelen pillanatban mikorra van ütemezve, ha egyáltalán lehet-e már tudni. Azt tudom, hogy a hivatalosnak tekinthető teljesen nyilvános startadatbázisokban Vandenbergről a 24-25-ös idényben még nincs betárazva. De hát némileg benfentesként azt is tudom, hogy van néhány olyan start, amiről pontosan tudom, hogy mikor lesznek, és azok sincsenek beírva. Szóval, szóval a kérdés az, nem tudom, ez nyilvános adat, hogy mikor lesz a start? Negyed évre lebontva mondjuk, hogy... Fél éves időkaput tudunk kommunikálni, a szerződéseink azt mondják. Igen, tehát nem titok, február, tehát 2025. február és július között várható a láncs, és ez már az eltolt időpont, tehát ez már úgy véglegesen látszik. Egyébként hivatalosan, tehát amikor a nagy sajtótájékoztatók vannak, az általában 4 héttel szokott fellövés előtt történni, amikor már ugye a konkrét időpontot is konfirmálják. Nyilván, hogyha valaki kommunikálja saját platformán, az nem, tehát hogyha megvan engedve, akkor az lehet. De egyébként szerintem a nagy sajtótájékoztató, és például mi is hivatalosan a meghívót, azt 4 héttel korábban fogjuk kapni. Na most még valamit akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, amire már azért szóba hoztad, mert biológiai mintákról van szó, ugye, részben. A biológiai minták azok meg ugye romlandók. És akkor itt van ez a bepakolás ügy, hogy például most az az űrprogram, amiben én benne vagyok, amiről ugyanilyen szerződések miatt keveset beszélhetek, de az például elég általános szabály, hogy például azt a kütyüt, amit mi kiadunk a kezünkből, azt start előtt 3-12 héttel, tehát start előtt 3 hónappal be kell pakolni, és akkor onnantól mi azt nem látjuk. Na most nyilván egy biológiai minta esetében erre más szabályok érvényesek, nyilván, mert hát ott az nem. Tehát hogy van ez? Nekünk is szeptemberig össze kell készíteni szerződés szerint a payloadot, tehát hogy az ready to go-nak kell, hogy legyen. Akkor az ugyanaz a... Ugyanaz a sztori. Függetlenül, hogy februárban vagy júliusban lesz az indítás, tehát vagy ugye közte, nekünk kész kell, hogy legyünk, és ez ugye egyrészt egy kihívás, mert nagyon sokat kell állni a biológiai mintáknak, mielőtt ugye felkerül pályára. És mi ezt különböző módon lehet megoldani. Például a Genesis kísérletsorozatnak egy nagyon nagy része növénykísérlet, növényi minták képezik. Tehát ez azt jelenti, hogy például a magokat a legegyszerűbb, tehát nekik van a legnagyobb esélyük a túlélésre, ezt a kísérletsorozatot, mert a liofilizált állapotban, vákumcsomagolt állapot. Tehát minden mintának megvan a protokollja, hogy kell csomagolnunk, és például a DNS minta esetében van a legkidolgozottabb ilyen eltartási protokoll, itt egy német és osztrák kooperációnak a gyümölcseit élvezük, ahol kézde, hogy élsportoló génbankjai támogatják őket ebben, ami azt jelenti, hogy ők a DNS nem csak pár hónapig, azt tudtuk, hogy lehet tárolni, de ők képesek évekig is. És még hozzá kézde, hogy a Covid boostolta ennek a fajta üzletnek a megjelenését, mert most az új betegségekre készülve az élsportolók DNS-ébe, hogyha találnak valamilyen rezisztenciát,
akkor ők az nekik érdekes lehet biomarker felfedezés szempontjából. Tehát van egy ilyen partner, aki például ezzel mi nem foglalkozunk, tehát mi most csak taxisofőr vagyunk, vagy a DHL, vagy hogy mondjam, de ha valaki igényel, akkor össze tudjuk őket kötni. Mert például van egy olyan e-sportoló, a Fejt Máté, aki kimondottan kíváncsi arra, hogy az ő genomjára, ő egy világbajnok ejtőernyős, hogy milyen hatással lehet. És ő például az ő DNS-ét a génbank őrizni is fogja. Tehát van erre protokoll, és ezt tartanunk kell, de ugyanaz a szabály vonatkozik ránk is, mint a műszaki pélót. Jó, de vele, hogyha most a fuvarosi, vagy mi DHL, ez egy csomagküldő, az űrkísérlet fuvarozói sapkádat lecseréled a tudományos kutatói sapkádra, akkor amúgy az, mert nehéz helyzetbe hoznak egyébként ezzel. Szóval, hogy szerinted elképzelhető, hogy kimutathat, hogy egy négy órás, oké, hogy átrepülünk a sarkvidék, de nekem nagyobb sugárzás a szokásosnál, de elképzelhető, hogy egy négy órányi kitettség az valami kimutatható változást tud eredményezni? Én úgy gondolom, hogy a DNS-ben mindenképpen, és ott a legmérhetőbb, más mintákban is várjuk. Tehát vannak olyan minták, amiket képzeld el, hogy például vannak olyan partnerek, kutatóintézetek, akik már vállalták, valaki vállalta a publikusságot a kísérletében. Tehát igen, tehát vannak például olyan algák, most nevezzük nevén, meg olyan speciális növények, ilyen aránylag alacsonyabb rendűek, akik képesek arra, hogy újra hajtsanak, vagy újra, amikor lehozzák a kísérletet, és akkor igazából nekik akkor lesz lehetőségük a genetikai változásokat megfigyelni, mert ugye a genetikai kopit a növényeknek sokkal egyszerűbb leválasztani még a kísérlet előtt. Tehát ezek ilyen összehasonlító kísérletek. És erre vagyunk kíváncsiak, hogy statisztikailag értelmezhető, genomikában látszik-e változás. DNS-be várjuk a legszembetűnőbb változás, amit azonnal lehet mérni. Elmondom, hogy miért, mert ugye az, hogy ugye, igen, hogy nagyobb a mennyiség egyszerűen a részecskéknek, amin átolad ez az űrhajó, ezért nagyobb arra a valószínűsége, hogy a helixből ugye nem csak, hogy felnyílik, hanem hogy kiszakad egy szekvencia. Ami ugye a emberi esetben valamikor észre se vesszük, mert a visszaépítő folyamatok, ugye ez a mutás gén, meg másik két protein, amiben ezekben részt vesz, ilyen bridge-eket, hidakat alkotnak. Na most, hogy mennyire tökéletesen építi fel ezeket a hidakat, ugye ettől függ az, hogy például a rákosodás lesz, vagy valamilyen mutáció lesz, de addig ez nem látszik. Tehát a DNS-ben úgymond nem lehet követni ezt a változást, ameddig ezek a folyamatok ugye el nem indulnak. Na most mindenféleképpen azt várjuk, hogy kiszakadt részek, vagy valamilyen roncsolódott DNS-ek ugye találkozunk. Az egy nagyon érdekes dolog, két különböző technikát fogunk alkalmazni, hogy amikor visszahozzuk a visszaépítő folyamatokat, ugye hogyan lehet ezeket utána replikálni, vagy boostolni esetleg, mert az ott bekövetkezett változás, vagy egyszerűen csak simán egy út előtti PCR és egy út utáni PCR is nagyon érdekes, de a visszaépítő folyamatok meg talán még érdekesebb következtetéseket engednek majd vezetni minket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy csak a három orbitális út ellenére is szerintem a DNS-ben már mérhetőek lesznek valamilyen szintű változás. De oké, ezt én tökre elhiszem. Egyrészt azért, mert nem értek hozzá, másrészt meg abszolút logikusan hangzik, hogy ilyen nagyon rövid életciklusú lényecskék, mint amikről szó van, algák, meg ilyesmit, ez tök hihetően hangzik. Ráadásul ugye igazából az is egy fontos szempont, hogy egyáltalán azt demonstráljátok, hogy ezt a kísérletet összehasonlító vizsgálatokat ezzel a módszerrel, ebben az inkubátorban, ezt így el lehet végezni. És akkor persze innentől már csak egy felskálázási kérdés, hogy legközelebb, mit tudom én, 2 hónapra megy föl például. Az már a ti technikai szempontotokból igazából az már mindegy, mert ha már demonstráltátok, hogy működik, nem megy tönkre a minta, össze lehet hasonlítani minden, az jó, már önmagában egy nagy szám. Nekünk is ez egy teszt utunk, az első, nekünk az első, tehát nekik a második, uh-huh. partner cégünk uh-huh. az első, de igen, tehát hogy mindenféleképpen az összehasonlító, még hogyha ráadásul találunk is valami hasznosat már ezen a kis úton, ahogy mondod, az nekünk külön örülünk és külön jó, de igazából igen, ez egy technológiai demonstráció, illetve az, hogy ez a koncepció így működik, de azt tudnod kell, hogy a mi kis űrjárművünk, ez a Majaszat 1, ugye ez egy CubeSat, 10x11-es CubeSat, ugye ez már mi, tehát ennek lesz ez igazából a tesztütje, tehát mielőtt saját orbitra állítanánk,
esetleg későbbi vizsgálatokra, vagy más jellegű vizsgálatokra, mert ilyen szenzorális, ez egy szenzorális megközelítés, tehát belső oldalára és a külső oldalára is lehet pakolni két mainboardnak köszönhetően 6-6 szenzort. Most ez egy offline kísérlet, tehát most igazából az űrhajóból fogunk jeleket kapni a misszió során, de igazából itt a lényeges momentum az összehasonlító vizsgálat. De a későbbiekben, hogy nagyon köszönöm, hogy rávilágítottál, igen, a hosszú távú kísérletek a cél, és az, hogy ezt egy... Igen, és ennek ez az első tesztrepülése. Na de várjál, mert a hosszú távú, ugye akkor jól értem, hogy ez itt nagy, ez ugyan egy űrkabin belsejében megy föl, igen, de méretében, dimenzióiban... ugye ez már azt játsza, mint hogyha egy műhold lenne külön. Az lenne a majaszat, ugye? Van egy fizikai majaszatunk, ami igen, részét képezi most a KVAX-nak. Ja, értem. Na, és aztán viszont, amikor a majaszat majd fölmegy külön, igen, ami már egy másik témakör, meg nyilván egy másik adás is lesz majd, és hát jussatok el oda minél hamarabb, mert az is marha jó, de az viszont... értelemszerűen, mármint az én értelmem szerint, az viszont nem tud visszajönni. Igen, ott nem tud visszajönni, ott arra koncentrálunk majd azokban a típusú kísérletekben, hogy a szenzorok mennyire életképesek, és hogy tudjuk-e ezt, úgymond ezt a leegyszerűsített, mert ez egy advanced LoRaWAN technológia, hogyha így el lehet árulni. Na most hát azt akkor viszont, ha el lehet árulni, csak akkor gyorsan meg is kell magyaráznod, mert vannak az adás hallgatói között néhány ezren, akik ezt most hallják először. A IoT, vagy azok a rendszerek, amik ilyen olyan szenzorok, hogy tudnak kommunikálni okosan egymással, és sok ideig, tehát hogy ők erre lett kifejletve ez a protokoll, és ami a előnye, hogy nagyon nagy hatótávolságot tudunk kommunikálni azokkal a chipekkel, amik ugye összefogják ezeket a szenzorokat. És van egy ilyen mainboard, egyébként ez egy brit fejlesztés, amire 6 ilyen különböző szenzort tudunk csatlakoztatni, és kezdve 800 kilométeres távolságból is el lehet érni. Tehát, hogy ez nyilván a hálózatnak köszönhetően, de hogy van egy ilyen leegyszerűsített gateway is, amit a felhasználó is tud. Tehát, hogy az a cél, hogy igen, hogy saját kísérleteket az emberek meg az egyetemek beállítsanak ezekbe a kis műholdakba. Tehát, hogy itt nem a telekommunikációs céllal küldjük fel őket, hanem kísérlet célban. Igen. Nagyon jó. Oké, értem. Azt hiszem, értem, hogy mi ez. Ez tök jó. Aztán még valamit akartam kérdezni, az, hogy mi a nagyon hosszú távoli cél? A hosszú távú célotok. Most a majaszat az ilyen középtávú célként helyezhető el. Van nektek emellett egyébként egy nem kifejezetten konkrétan űrbeli alkalmazásra irányuló, de mégiscsak európai űrügynökséges grantetek. Tehát az ESA-tól van nektek valamitek. Arról is néhány szót, ha ejtenél, meg hogy tényleg az, hogy mi a vízió arra, hogy miért történik mindez. És egyébként akkor még azt is hozzátenném, hogy persze én ezt már egyszer kilogikáztam, úgyhogy ennek itt az ideje, hogy akkor itt ezt elmondjam, hogy bizony a cégetek teljes neve az, hogy ugye Genesis 1.11, és hogyha az ember felüti a teremtés könyvét, vagyis a Genesist, akkor az adott számú bejegyzésnél, vagy bejegyzés, hogy hívják, szakaszban ezt lehet találni: teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön. Tehát egyértelmű, hogy itt erre utal a cégetek neve, de mi az egész vízió, amiben mindez beleágyazódik? Miklós, te nagyon jó vagy a összeolvasva. Nem csak a cégnévre gondolok, tudod, hanem a partnerünkre is, mert azt is hamarabb kilogikáztad, mint hogy hivatalosan kommunikáltuk volna. Jó, hát azért kellett hozzá egy kis kép, amit megosztottál velem. Mindenféle felirat nélkül be volt keretezve egy kúp alakú űrkabinban egy rek. És mondom, ilyet már láttam valahol. Igen, de igen. Köszönöm szépen. Na, de igen, most köszönöm. Akkor meghallgathatjuk tőled. Anélkül, igen, hogy nekem kelljen kilogikázni. Nem véletlenül ez a zászlónk a Genesis 111, mert nekünk a hosszú távú missziunk az, hogy a Mars terraformáláshoz hozzájáruljunk, és ugye amikor azt hiszem két és fél évvel ezelőtti műsorodban lehetőséget kaptunk bemutatni ezt a hosszú távú missziót, akkor egy ilyen nagyon távoli elképzelésnek tűnt. És ami most történik igazából a majaszattal, az első olyan, hát nekünk az egyik legnagyobb momentum, mert most törünk ki a laboratóriumi alapkutatásból ugye a orbitra, tehát hogy pályára, és a következő célja ennek, igazából mi egy növényszelekciót végzünk. Tehát a mi 300 mintánk, ami nekünk a saját kísérletünkhez kell,
ott igazából, amiket a laborba teszteltünk növényeket Mars terraformálás céljából, tehát itt arra kell gondolni, hogy különböző ugye regolitokon és szimultáns talajokon, de vannak meteoriumok is, Mars meteorok, amiken ugye különböző növényeket ilyen-olyan sikerességgel ugye neveltünk laborba, de volt olyan, hogy tudtuk mimikálni például a marsi légkört is, tudod, ezekbe az átrendszerekbe. Tehát egy érdekes kísérlet sorozatnak ugye a legérdekesebb szereplőit, vagy hogy mondjam, potenciális kandidét, jelöltjeit választottuk ki, és ők ezt a 300 mintát, vagy 300 növényi mintát visszük fel. És ez egy további teszt, tehát ahogy mondod, igen, tehát várható az, hogy nagy százalék, vagy valamennyi százalék, nem éri túl, függetlenül a pozitív előtesztek, vagy a alapkutatás ellenére. De ez is a célunk, tehát mert a következő lépés az az, hogy ez nem titok, hogy a Exploration Company-ben már dolgozunk a következő lépésen, amiben egy holdra szállás várható, hát most előre látod, 2026-ban, de ahogy tudjuk, lehet, hogy ki fog csúszni 27-ig, de nem csúszhat tovább, mert a harmadik lépés az 28 decemberre, a következő úgymond ideális időkapu egy marsi útra, amikor ugye gazdaságosan el tudunk jutni normális idő belül. Tehát oda már olyan növényeket szeretnénk vinni, meg hát ott engedélyek, tehát nagyon sok minden nem múlik az, de mi legalább fel szeretnénk készülni rá eredményszinten, hogy mi az, amit mi szeretnénk javasolni egy marsi útra, mert ugye a marsi útnak nem csak az a célja most, hogy robotokat küldjem, hanem kimondatlanul a Mars terraformálását készítik elő. Kaptunk egy nagyon megtisztelő meghívás, és ide kapcsolódik a 27. Mars terraformáló konferenciára Seattle-ben, 8-a és 11-e között. A mi előadásunk, a Genesis 11-én lesz vasárnap, 11 órakor, és ez szerintem nem véletlen, és szerintem ez a Dr. Robert Zurin az alapítónak a humora, és akkor mindenki ott lesz, tehát akkor nem lesznek a panelekre bontva. Úgyhogy... Ugye a hallgatók számára talán nem ismeretlen a Robert Zubrin neve, ő tényleg egy megkerülhetetlen nagy mozgatója az egész embert a Marsra gondolatnak, aki annak idején ugye a Mars Direct Projectet felvázolta, hogy hogyan lehet minél költséghatékonyabban embereket juttatni a Marsra, és akkor ő csinálta ezt a Mars Society, vagy nem is tudom micsoda, szóval valami ilyesmit, szóval ő tényleg egy megkerülhetetlen alak, úgyhogy tök menő, hogy ti is eljuttok erre a konferenciára, és ha majd eljuttok, akkor majd lehet, hogy utána beszélgetünk erről a konferenciáról, mert ott biztosan nagyon érdekes dolgok fognak elhangzani. Igen, a fő cél az az, hogy a Mars terraformálásba részt vegyünk, abban be jók vagyunk, és mi ugye elsősorban növénybiológiába és talaj mikrobiológiába fókuszáltunk, kimondott a Mars terraformálás céljából, ezért próbáljuk hasznosítani a tudásunkat, illetve a kutatási eredményeinket, de nyilván ugye próbáltuk most emberi lépcsőkre, vagy emésztető lépcsőkre lebontani, amit most erre a két részre bontottunk, vagy három részre pontosabban, tehát egyik ez az orbitális kísérletsorozat, utána a Marson szintén, bocsánat, a holdra szállás szintén egy biológiai kísérletsorozattal, és a következő a marsi út előláthatólag 28 decemberre, tehát hogy ez a 5 éves terv, 4 éves. Na, hát ez egy nagyon ambiciózus és tök jó terv, úgyhogy hát sok sikert kívánok hozzá, meg köszönöm még egyszer az idődet, energiádat, meg a jópofa, és nagyon érdekes, újszerű információkat. Mátyás Bencének nagyon köszönöm még egyszer, és hát sok sikert kívánok a Starthoz. Majd annak idején, amikor megtörténik végleg, és visszajön a rakomány, és szépen ejtőernyővel belecsobban a csendes óceánba. Csendes? Csendes. Szerintem a csendes óceánba. Akkor majd várunk vissza, és akkor erről majd elemezgetünk. És még egyszer sok sikert kívánok az egész csapatnak. Nagyon köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.